2017-ben egy új időszak kezdődött, amikor belevágtunk egy megközelítő 5 milliárd forintos fejlesztésbe, és itt, ahol most állunk, ez az egyik sarokköve ennek a PVSK területfejlesztési, sportfejlesztési programjának, amikor is itt egy utánpótlás területet fogunk fejleszteni, amit megkezdtünk az elmúlt időszakban, megközelítő 2,6 milliárd forint értékben. Itt lesz futball utánpótlásnak, atlétikának teret adó sportkomplexumok, amelyek reményeink szerint nagyon látványos fejezetet fognak most megnyitni, és reményeink szerint jövő nyáron már ezt az utánpótlás versenyzőink, tagjaink azok használni fogják. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az egyéni sportágok is új létesítményekhez jutnak. Aki ismeri a PVSK viszonyait, tudja, hogy a ökölvívó termünk, judó termünk tulajdonképpen nincs, és lehetetlen körülmények között edzenek a sportolóink. Atlétáink hiányos feltételrendszerbe, és hát a labdarúgó utánpótlás létesítményeink sem teljesedtek még ki. Összességében a fejlesztésnek ez a szakasza 5500 négyzetmétert érint, akkor a területet fogunk beépíteni. A küzdősport területek, tehát utánpótlásról van ugye szó, lehet mondani, hogy nemzetközi összehasonlításban is helytállóak, tehát 3-400-450 négyzetméteres küzdőfelületek lesznek például az egyéni sportágaknak. A lelátó pedig 800 néző részére lesz látogatható. A vidéki sportfejlesztések között azt hiszem, hogy ez, amit itt elkezdtünk néhány évvel ezelőtt, és amiben benne vagyunk, ez kiemelt sportfejlesztésnek minősül, amely nem csak az egyesületünkben sportoló fiataloknak és tagjainknak fog egy egészen más perspektívát megnyitni a következő időszakban, hanem nagyban hozzájárul Pécs sportfejlesztéséhez, és az egész térség, a délbántói térségnek is a sportolási lehetőségeihez, és gyakorlatilag visszanyeri a PVSK azt a fényét, amelyet 100 évvel ezelőtt elkezdtünk, és amelyet 2019-ben meg is ünnepeltünk a 100 éves évfordulóra. Közbeszerzési eljáráson jöttünk ki gyakorlatilag győztesként, amire több okból is büszkék vagyunk, hiszen az első beruházást mi csináltuk, úgyhogy viszonylag azt kell mondjam, hogy hazai terepen tudunk ismét dolgozni, és hát legfőképpen arra vagyunk büszkék, hogy lényegében ezt a beruházást szintén ugyanazokkal a kollégákkal, építésvezetőkkel tudjuk lebonyolítani, mint az előző beruházást. Tehát picit mondhatom azt is, hogy mindenki ismeri a másikat, és tudjuk mi is a megrendelőnek az igényét. Komoly összefogáson, egy komoly együttműködés annak érdekében, hogy a céljainkat mint sportegyesület, illetve mint sportvezetők elérünk és hozzájárulunk ahhoz, hogy az emberek minél jobb lehetőségek között, minél több eszközt igénybe véve tudjanak sportolni és egészséges életmódot folytatni. Legalább 20 alvállalkozó fog dolgozni itt az első ütemben, és a második ütemben, amikor már a befejező munkák jönnek, akkor már lehetséges, hogy 25 alvállalkozóval is fogunk tudni dolgozni. De ugyanakkor ugye nyilván ez mellett a saját kollégák, akik szintén Baranya megyei kollégákkal vagyunk, hát azt mondom, hogy 100%-osan feltöltve. Tulajdonképpen ők jelen lesznek végig az építkezésen, és ez mellett főként Baranya megyei cégeket próbálunk majd a összes többi munkára, amit mi nem tudunk saját hatáskörben elvinni, azokat legfőképpen majd Baranya megyei alvállalkozók fognak. Én úgy látom, hogy mindenki örül, és várta ezt a pillanatot. Érdeklődés van, telefon, látom, hogy bekukucskálnak a kerítésen, és most eljött az a pillanat is, amikor örömünket a nagy közönséggel is szeretnénk megosztani.